Sziasztok! Hogyha érdekel titeket, hogy hogyan zajlik egy esküvői rövidfilmnek a forgatása, akkor maradjatok itt velem ebben a videóban. Ugyan tény, hogy egyáltalán nincsen a hátam mögött több tucat, több száz esküvői filmforgatás, ugyanakkor szeretném, hogyha kicsit be tudnátok pillantani a kulisszák mögé, hogyha érdekel titeket ez a világ. Ahogyan egyre több esküvői film készül el, ahogyan egyre több forgatásra fogok járni, remélem, úgy szeretnék minél gyakrabban ezekre a forgatásokra szervezni verkforgatást is, pontosan azért, hogy ilyen anyagok elkészülhessenek, és hogy minél jobbak, minél informatívabbak legyenek, és abban bízom, hogy a későbbiekben erre már lesz anyagi forrásom is. Mármint, hogy fizessek annak, aki jön a verket forgatni. Mert hogy ő is dolgozik. Let's go! Éppen megyünk Jani barátommal egy esküvőre. Klaudiájék esküvőjét fogjuk meglőni gépkarabéjjal. Megérkeztünk a helyszínre, a Csipet Nádashoz. Picit összerakom a kamerát. Néhány vágóképet esetleg majd fölveszünk, illetve elkészítjük. Jani valaki most a kamerát tartja a kezében a drónfelvételeket a helyszínről. Ráteszem a kis Meike optikámat, mert a szebben most egyébként, mint ez a Zoom Lumix. De hát ezt úgy képzeljétek el, hogy ez a legbudgetebb optikám. De ezzel viszonylag könnyű lesz szerintem szép felvételeket fölvenni. Csak előtte összepakolom ezt a kis kamerát. Jó, semmi gond. Ez egy karcáló ND filter egyébként. KNF Concept. Nem a legjobb, mert viszonylag kevés f-stopot tud, tehát viszonylag kevés fényt tud lefogni. Viszonylag azt szerintem szépen teszi, szóval nem igazán rontja el a képemet, úgy vettem észre. Csak hát ahhoz, hogy tartsam a 180 fokos shutter angle-t, ilyen tűző... De miért nem megy rá? Szóval ilyen tűzőnapnál nem igazán tudom, ilyen 90 fok, meg ilyenek vannak, szóval nincsen szép motion blur-öm. Tudom, hogy ez egy hiba, de még nem vettem még erősebb ND filtert. Ja, ez ennyi elvileg ez a cucc itt. Szerintem nem fogom az összes cuccot vinni, vagy de. De. Legalábbis amennyi fölfér rám. Itt van a Samu cucca is, aki még nincs itt, ugye. Atya-gatya. Málhás szamár vagyok. Ja, amúgy nyitva van az autó, mi? Ja. Sziasztok! Megyünk drónozni most. Jani fog drónozni, és én majd őt lefilmezem, hogy megmutassam, hogy milyen kafán drónozik. Az első és legfontosabb alapszabály, amit eddig megtapasztaltam, hogy amit kitalálsz, hogy hogyan lesz és eltervezed, az richtig nem úgy lesz. Vannak kis éjszakai kis lámpionok, amik majd be lesznek kapcsolva. Beszéltünk velük, és benne vannak abba az ötletünkbe, hogy a kis saját gondolatos rész, amit a ceremónián is felolvasnak, a ceremónia előtt egy ilyen kis beauty, kis szép kis helyen föl lesz majd véve, és nem a saját gondolataikat fogják felolvasni, hanem egymásét. Bocsi, föl kell tennem a csukját, mert iszonyatosan fúj a szél, és csak imádkozok, hogy ne hallatszadjon bele a csiptetős mikrofonba, amit a pulóverem alá rejtettem el. Hát ősz van végül is. Szóval kitalálod például azt, hogy 2 órával odaérsz a tervezett érkezésed előtt, a készülődés előtt, a sminkelés előtt, amikor ugye vágózni kéne adott esetben, és kitalálod, hogy te időben odaérsz, és tudsz nagyon klafa helyszíni képeket felvenni. Aztán kiderül, hogy a helyszín még nincs feldíszítve, ami persze benne volt a menetrendben, de miért is érdekelt volna, és
és mondjuk parkoló autókkal van tele az egész bejárat, meg a helyszín, mert jönnek a szolgáltatók, furgonokkal pakolásznak, úgyhogy a helyszíni képeknek mondjuk adott esetben lőttek. Vagy mondjuk mégsem tudsz vonalhangot fölvenni, mert nincsen megfelelő csatlakozásod, átalakítod, vagy valamiért a hangosítás nem tud neked vonalhangot adni, akkor is ezeket a helyzeteket mind ott akkor kell megoldani. Sok mindenre föl lehet készülni, érdemes is szerintem fölkészülni, amennyire... Hát érdemes fölkészülni. De higgyétek el, hogy szerintem 100. esküvő után is biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan helyzetek, hogy azt fogom mondani, hogy úristen, hát ez nem történhet meg, hát ez... És akkor ott azonnal 5 perc alatt, 2 perc alatt, 1 perc alatt, vagy 10 másodperc alatt meg kell oldani a helyzetet, a lehető legjobban a lehetőségekhez mérten, ugyanis a cél attól még nem változik, hogy bejön egy gigszer, a rövidfilmnek el kell készülnie a lehető legjobban. Az egyik legfontosabb dolog, amire próbálok törekedni, hogy mindenre jusson idő, mert az idő az esküvőn az a folyamatosan az a mannád, mint a, mit tudom én, az MMORPG-kben a mágusoknak, az folyamatosan fogy, ahogy dolgozol, és vannak olyan helyzetek, amikor besűrűsödnek az események, akkor nincs idő másra. Viszont amikor vannak üres járatok, és mondjuk néznél ki a fejedből, hogy mit kéne forgatni, akkor gondolj azokra a dolgokra, amiket előre beterveztél, és meglásd, észre fogod venni a lehetőséget, hogy hó, most gyorsan föl tudjuk venni még ezt meg ezt, mert erre már később nem lesz idő. És ezekkel a kis üres, kis megmaradós, kis üres járatokkal kell gazdálkodni szerintem, ahhoz, hogy ne torlódjál föl, esetleg ne jusson valami olyanra idő, amire nagyon szerettél volna időt szakítani, és nem kerül rá sor. Az nagyon rossz érzés lehet. Úgy mész haza, hogy elterveztél valamit, elmentél, dolgoztál, pár mondjuk nem számít arra, amit elterveztél, de akkor is te, mint hogy szakmailag mit képzeltél el a filmbe, az egy ilyen rossz érzést hagy benned, hogyha erre nem jut idő. Úgyhogy az üres járatokban érdemes szerintem ezeket a kis kreatívabb dolgokat csinálni. Ilyen például a ruháknak is a felvétele, felaggatása. Érdemes mindig megtalálni egyébként az esküvőkön azt a helyet, ahova biztonsággal elrakhatjátok a felszerelést, mert azért általában elég drága kamerákkal, optikákkal, különféle hangrögzítő eszközökkel, stb. Dolgozunk, és nem lenne jó, hogyha valaki mondjuk, aki besétál a lagzira, az így fogná és elemelni a táskádat, amiben benne van az egész vállalkozásod, az egész életed, konkrétan így anyagilag. Én speciál azt szoktam csinálni, hogy amikor oda megyek a helyszínre, helyszínszemle, ugye ezért szeretek előbb érkezni, terepszemlét tartok mi, hogy hogyan fények, stb. És azt is megnézem, hogy hol van olyan hely, vagy megkérdezem az ott lévőktől, amit vagy lehet kulcsra zárni, vagy nagyon-nagyon eldugott, és mondjuk most például itt a Csipet Nádasban volt egy ilyen szoba, az egyik dolgozó aludt ott, a szétterembe dolgozó, és akkor oda rejtettük el a felszerelést, ő mondta, hogy oda nyugodtan bepakolhatunk. Nem mondom, hogy ez 100%-os volt, mert ha valaki kifigyelt volna, nyilván, hogy el tudja tulajdonítani a cuccokat. Amit lehet felszerelést, mindig magam mellett hordom, leteszem táskába, mondjuk a ceremónián is úgy szoktam, hogy néhány méterre leteszem a videós táskámat, és hát olyan helyen, ahol nem rondít bele a látványba, de ahol munka közben rá tudok pillantani, mert azért az elég feltűnő lenne, hogy a ülő emberek közé egyszer csak az utcáról besétálna valaki, és elemelné a felszerelést. Úgyhogy ha így félszemmel rá tudok pillantani, akkor az már valami, ugye a hátamon nem lehet végig a táska azért. Helyszíni képek, ettől ezek adják tulajdonképpen a fűszert, a javabors, mindegy, szóval ezektől lesz szerintem a film, részben ezektől lesz nagyon egyedülálló, hiszen egy helyszínnek van egy hangulata, hogyha ezt
meg tudod örökíteni és fel tudod nagyítani zenével, kameramozgással, a fények játékával, megtaláld azokat az apró részleteket, akkor ez szerintem hozzáadhat mindenképpen a rövid filmethez. Szóval most, hogy ezek így megvoltak, ilyenkor jön az, hogy mondjuk fölveszem a készülődést, vagy pedig, ha látom, hogy még rengeteg idő van belőle, vagy nem jók bent a fények, ilyen is van, majd később visszatérek, akkor mondjuk fölveszem a kiegészítőket, mert ezek is hozzá tudnak adni a filmhez, mondjuk egy nagymamának a nyaklánca, a vőlegénynek a 80 000 forintos félhavi füzetése karórája, meg ilyesmi. Szóval értitek, ezek szerintem ezek jó dolgok, ezeket a kis kiegészítőket el lehet rendezgetni. Ezek azért jók, mert mondjuk egy képzétek egy narrációra rátéve, ahogy mondjuk a mennyasszony beszél, de még nem mutatod a rövid filmben a mennyasszonyt, még csak apró részleteket, kis cipellő, kis ruha lengedezik a szélben, ezek szerintem mind-mind fölvezetik azt, hogy ki fog következni, kit fognak meglátni, és egy ilyen, ez szerintem jó. És érdemes ezeket a dolgokat így elrendezgetni valami kis kompozícióba, hogy jól nézzen ki a kép, megtalálni a megfelelő hátteret. Nekem a természet a kedvenc témám, és hát igazából nem véletlen szerintem, ha mondjuk körülnéztem volna kicsit jobban azon a helyszínen, akkor szerintem a természet volt a legszebb. Szóval őszi fények voltak, beszűrődött így a fák között, tökéletes volt arra, hogy egy-egy apró csecsebecsét így úgy elhelyezgessünk, szedtem, micsodát? Nem vattapárna, mohapárnát is szedtem, melegen van így meg, szedtem, így meg befúj a szél, na mindegy. Szedtem kis mohapárnát is, arra is elhelyezgettem dolgokat. Olyan nagyon, nagyon mesterkelt? Aha. Igen? Eléggé. Várjál mindjárt. Amúgy innen nézve jól néz ki. Csak az a baj, hogy van ott egy ilyen highlightot a cipőn, de ez lesz a jó expo kb. Haló? Ne! Esküvőn vagyok, szia! Köszi, puszi. Szia, Vence, itt vagy Győrbe? Igen, esküvőn vagyok. Oké, kérjünk még el dolgokat, vagy? Mert tudod, mit találtam ki? Vannak diófa levelek. Azokból, ha készítenék egy ilyen kis ágyat, akkor valahogy kinézhetne rajta, hogyha pont egy ilyen kis fényspotba beletennénk, nem? De egyébként relatív, itt most kedvesek a fények, pont ugye, mert hogy ősz van, alacsony viszonylag a napállás, meg ahogy beszűrődnek, lehet találni ilyen kis világosabb, ami szerintem sokat dob a képen, és nem lesz tőle unalmas. Már még veszek föl két képet a cipőről, csak biztos, ami biztos, aztán igazából a cipő az részemről megvan. Ezeket próbálom. Hát most lehet, hogy egyébként jobb lenne gimbollal, de az a baj, túl sok idő menne el vele, mire azt az ember összerakja. Ilyen ultra közeli részlet esetleg. Inkább pont a másik cipőből, és akkor ez lesz az előtér, viszont leszedem a talpát, mert ez nem engedi, hogy eléggé low angle legyek. És ez az első cipő az előtér, a téma pedig a hátsó cipő, azon is ezek a megcsillanó fények. Ugye most direkt backlightot adok, azzal, hogy a fény az a kamera és a tárgy mögött helyezkedik el, illetve a tárgy mögött, tehát a tárgy az a fény és a kamera között van. És így sokkal érdekesebb, mint ha mondjuk erről a feléről venném fel, és kapnánk egy ilyen sablonos, átlagos, unalmasabb felvételt. Amúgy ez se rossz, csak a fény jobb a másik irányból. Jó, hát valami csak lesz, vannak. Több szinten nem kell róla. Na várjál, akkor ebből szedek egy kicsit így titokban egyébként, tehát hogy nyilván nem örülne a tulajdonos, viszont szeretném kicsit zöld környezetbe elhelyezni ezeket az ékszereket. Mert szerintem természetes közegbe valahogy szinte minden jobban néz ki, főleg, hogyha még párosul. Szuper jó, természetes, natural light-tal is.
Még egy párat leszedek, nagyon szebbet. Amit megrágtak a madarak, azt annyira nem. Egyébként ott van borostyán. Az borostyán. Igaz? Kamerámat hova? Ja, oda tettem. Figyeld, ez, hogyha kitisztítanám, itt mohapárna van konkrétan. Szerinted? Pont jön fény. Azt nem tudom, hogy viszont akkor kell ez a leveles, mert az meg ugye természetellenes lenne. Nem, az hagyd szerintem a leveleket. Hagyjuk itt. Akkor csak ezt tisztítom meg, hogy az ilyen zavaróbb borostyán levél kell oda? Nem. Nem? Nagyon természetellenes lesz, ha oda teszel valam. Ja, mert ebbe van betekerve. Ezt mondjuk vissza is kell tudjam tenni ugyanígy. Nem lenne szebb, ha két gyűrűt egymásra tennénk ilyen makrosodba? Vagy csináld meg így is, úgy is. Így is, úgy is. Csak látnak az ablakból. Amúgy most pont elment innen a jó fény. Ezt látod? Igen. Menjünk odébb, ott is vannak még. De ha ilyen nagyon kicsi spotot nézel ki magadnak, ott nagyon gyorsan változik. Ja. Na, hozom a kamerát. Csak ez így pont elrontódott. És szerintem már nem is jön vissza, nem? Mert ugye ennek pont az a lényege, hogy minden körülötte sötét, és akkor az mint egy ilyen kis... Nem hittem, hogy ennyit lehet szöszmötölni ezzel. Viszont legalább valahogy kinéz. Leszedem ezt a talpat, hogy lejjebb tudjak menni. Ja, most nézem, merül az aksim is. Jaj, de ügyes. Látod, ennyi volt az aksi. Igen. Akkor most miről mész? Hát, hogy még van benne, de mindjárt. Jaj. Mindjárt lemerül. Márja, hozok egy akkumulátort bele. Ami még nagyon fontos, hogy egy esküvőn a többi szolgáltatóra is figyeljünk, és igyekezzünk mindenkivel kedvesek lenni, nyitottak lenni, ne ragaszkodjunk szerintem minden áron az elképzelésünkhöz, hogyha az valaki másnak a munkáját károsítja. Hát, nézd, én igazából rád bízom, a lényeg, hogy jól nézzen ki, mert... ugye nem tudjuk mire... Igen, ez az egy baj. Pedig itt jó lenne, hogy lengedezne. Ugye? Egy szöget, ha szereznénk, azt szerinted. Hát igen, de nekik biztos van szögük. Beleütnénk egy kicsit a fából, mert fölakasztanánk az első mennyasszony ruhát. Aztán kiszedjük, és nem szólunk róla senkinek. Jó. Szósavat. Mindjárt csavarjam be? A csavar. Mondjuk hívos. Jó. Jó lesz az? Jó. Hát szerintem... Még jobb is. És akkor itt is fotózzátok az esküvői pár? Nem. Azt már hol leszünk? A csipet. Na jó, csak azért, hogy a rend miatt. Ja nem, ez így tök jó, majd hagyja csak, majd összeszedjük, ha valami útban van. Hát, valami olyasmi kéne, ahol fény is jön be, van háttér is több, meg mélység. Ja nem úgy, hanem innen, ebből az irányba, nem? Mert akkor így átlósan kicsit backlightosan üti a nap, nem tudom. Rád bízom. Biztos jó leszel, melyek a akkumulátorért akkor. Vele is tök jó volt az, hogy amikor ezeket a kis kreatívokat fölvettük a tárgyakról, meg stb., akkor mondjuk, mit tudom, én ott hagyta nekem direkt a cipőt, stb. Kint, hogy tudta, hogy még én is szeretnék vele dolgozni, és nem az volt, hogy bevitte az orrom elől, hogy na, akkor nesze hozd ki újra. Vagy például az esküvő, a mennyasszonyi ruhát, azt együtt csavaroztuk fel egy fára. Nem tudom, hogy a motelnek a tulajdonosai mennyire örülnek neki, valószínűleg ott maradt azóta is az a csavar. De hát valahogy föl kellett lógatni azt a ruhát, és azt hiszem, hogy valószínűleg a rövidfilmbe egyébként nem is az a snit fog bekerülni, hanem ahol végül egy ilyen zöldebb fás részre csak így ráakasztottuk egy ágra, de ez már részletkérdés. Alapvetően ugye mindenki, aki oda megy, ő a párért megy oda, hogy a pár megkapja, amit szeretne, amiért fizet, amit elvár, és abban nem fér bele az, hogy mondjuk elkezdjenek rivalizálni, ellenségeskedni egymással az ott résztvevő emberek, akiknek ugye az a céljuk, az a feladatuk, hogy ezt az egész esküvőt
a lehető legjobban, leggördülékenyebben, zökkenőmentesebben segítsék ugye a szolgáltatásukkal. Kiszáradt a szám, mivel hogy nem nagyon ittam folyadékot, megvan az a rossz tulajdonságom, hogyha így belemerülök valamibe, akkor így elfeledkezek arról, hogy amúgy így ember vagyok, és hogy ennem innom kell. Most Jani fölment az esküvő mennyasszonyi ruháért, és most keresünk neki még egy utolsó fotót, mert azt mondja... Az ilyen beltéri készülődős képeknél pedig szerintem érdemes mellőzni a mesterséges világítást, mert a legkirályabb fény, amit kaphatsz egy ilyen, egy motelbe vagy valamilyen szobába, ahol mondjuk sminkelnek meg stb. Lámpafénynél általában, a legkirályabb fény, amit kaphatsz, az ott van kint, az ingyen van, az nem fogyaszt áramot, az csak jön. Elhúzod a függönyt, vagy behúzod a függönyt, hogy mondjuk kicsit lágyítsd a fényt, és ott van. Gondoljatok bele, nem egy spot fényforrás, hanem a legszebb színű, legtermészetesebb reflektor tulajdonképpen, de egy nagy softlight, hiszen az ablak felülete általában nem pici, úgyhogy ha mondjuk szembeállítjátok az alanyt, a mennyasszonyt vagy a vőlegényt az ablakkal közel, és kifelé tekint, akkor az arcán elvileg általában nagyon szép lágysejmes fények lehetnek. Viszont nem nagyon lesz rajta árnyék, de jól fognak kinézni, hogyha mondjuk megfordítjátok az alanyt, és kicsit háttal áll, kicsit féloldalasan ennek a fénynek, akkor pedig egy ilyen backlightot fogtok kapni, ami máshogy fogja, kicsit jobban kiemeli az arcnak a csontjait, ez nem feltétlenül szép itt az alanyon, viszont szerintem néha viszont jó, hiszen sokkal drámaibb, mélyen szántóbb képek készülhetnek itt tulajdonképpen. Szóval javaslom a lámpák lekapcsolását általában. Nem is néz ki jól, amikor a benti lámpa wolframizzója keveredik a kinti hűvösebb. Szóval nem. Csúnya. Általában csúnya, én azt vettem észre. Feltűnt már, hogy ugye ilyenkor, amikor én bemegyek, hogy fölveszem a készülődést, hát mindig kupi van, és ez nem a párnak a hibája. Hát ott rengeteg sok minden van. Ruhák, sminkek, szanaszét. Közben ugye nyilván isznak, esznek is, hogy ne éhezzenek, ne zomjazzanak. Ebben a kupiban nem igazán lehet gyönyörű felvételeket készíteni, el lehet rakodni, ez is egy megoldás, de én azt vettem észre, hogy szerintem ami gördülékenyebb, úgyis csak pár kép kell, hogy megkérem a szolgáltatókat, aki sminkel, aki fodrászkodik, aki a hajat csinálja, hogy srácok, lányok, mi lenne, hogyha végeztetek ezzel az egésszel, akkor kicsit beállnátok az ablak elé, lekapcsolom a villanyt, és picit még így igazgatjátok így a néhány kép erejéig, néhány felvétel erejéig a haját, a ruháját. És ebbe bele szoktak menni, hiszen nekik is jobb, hogyha amikor a tényleges munkájukat végzik, akkor arra tudnak figyelni, és ez szerintem fontos, ez az ő munkájuk. Mi ide, mint mondjuk egy fotós vagy egy filmes, betolakodtunk. Vagy abból gazdálkodunk, ami van, vagy tiszteletben tartjuk azt, hogy ők is itt most dolgoznak, az ő munkájuk nagyon fontos. Föl lehet ajánlani azt, hogyha látod, hogy be vannak ezen feszülve, meg tehát zavarjuk ezzel őket, nem kell megsértődni, ilyen van, érthető. Ilyenkor föl kell ajánlani azt tényleg, hogy jó, oké, ha végeztetek a munkátokkal, akkor mit szólnátok hozzá, hogyha tényleg 5 perc erejéig vágóképezek, villany le, ablak elébe, beállítgatjuk. Ez a 1-2 kép többet tud érni, mint hogyha te ott nekiállsz 2 órán keresztül kepesztve vadászni, hogy valahogy kinézzen az az 1-2 felvétel, mert a fények meg valahogy nem, tehát a körülmények nem lesznek olyan adottak. Úgyhogy én nekem eddig ez a taktikám, alapvetően minél több dolgot fölveszek, egész nap forgatok egy rövid filmhez is, pont azért, hogy később aztán legyen miből szelektálni, válogatni, hogy oda már tényleg a legjobb felvételek kerüljenek bele. Aztán képzeljétek el, hogy tényleg kiderült, amit még az elején mondtam, és összejöhet, és össze is jött, hogy a pár sajnos nem áll jól túlzottan az időben, már menniük kéne az esküvőre, nem fér bele az a 10 perc, sajnos, hogy fölvegyük a levelet felolvasva a fák alatt a gyönyörű fényeknél, ahogy elolvassák a másiknak a szerelmi vallomását tulajdonképpen.
ez benne van a pakliban, el kell fogadni, a helyzethez kell alkalmazkodni. Ezt nyilván ki lehet kerülni valamilyen szinten, hogyha valaki tényleg professzionálisan dolgozik, olyan szinten, hogy már magát is védi, és minden munkahelyet szerződést költ, és akkor már pedig ez benne van, és ha emiatt késik az egész, akkor késik, de nem biztos, hogy egyébként jó ezzel vacakolni. Lehet, hogy a film egy gyengébb lesz, de nem tudsz mit csinálni. Úgyhogy ezért volt az jó, szerencsére, hogy ebből a levélből, hát igazából ezt felolvasták a ceremónián is, csak nem voltam ugye benne biztos, hogy ott meg lesz jól, ugyanis ott azért nehezebb összeszedni jól a hangot, úgyhogy egy narrációnak megfelelő minőségű legyen egy rövid filmhez, de hát előzetesen már betettünk egy csiptetős mikrofont a mennyasszony ruhájába. Tudom, mennyasszony ruhájába a csiptetős mikrofon, úristen. Filmes csoportban megkérdeztem ki, hogy mit, hogy, hogyan veszi fel. Ördögtől való dolog bedrótozni a mennyasszonyt, tudom. De én meg olyan vagyok, hogy makacs vagyok, és hogyha valamiről azt gondolom, hogy jó, akkor megyek a fejem után, addig, amíg pofára nem esek, és ki nem derül az, hogy hát ez mégsem volt jó. Ezzel most is így voltam, és hála az égnek, hogy így voltam, majd mutatom, hogy miért van különbség a között, hogy rajta van a csiptetős mikrofon, vagy a vonalhang van, vagy egy Atmo mikrofon, vagy volt, aki azt mondta, hogy tegyem csak a vőlegényre, úgyis egész jó hangja lesz, ami amúgy igaz, de hang az fontos, nagyon fontos. Szóval előzetesen beletettük a mennyasszonyi ruhába, még mielőtt fölvette volna a kis mikrofonkábelt, belülről betapasztottuk, itt a mellrésznél néztem, hogy valószínűleg kicsit el fog talán állni, nem fog annyira nekifeszülni a bőrének, úgyhogy oda tettük be, ilyen kis tapasszal, ez iszonyat drága tapasz volt. Várjál, 7000 forint volt valami ilyesmi, a 25 darab, azt hiszem, nem vagyok biztos az árával, de ilyen ára volt. Hát ebből a tapaszból vagy hármat betapasztottunk, hogy tudti fix, hogy ne essen le a ceremónia közben a csiptetős mikrofon, és nagyon gáz lett volna. Ja igen, egy ilyen, az is szintén drága egy ilyen, azért mondom, hogy drága, mert csak egy pánt, de drága. Egy ilyen szintén drága, nagyjából 10 pár ezer forintos kis pántot rátettünk a mennyasszonynak a combjára. Figyelem, ezt nőnek kell csinálnia, ebbe biztos vagyok. Szóval, hogyha van ott koszorús lány, anyuka, vagy el tud magyarázni a mennyasszonynak, és esetleg magának föl tudja csatolni, akkor lehet, hogy érdemes így próbálkozni. Úgyhogy érdemes keresni egy nőt, akinek ez nem olyan kellemetlen. Úgyhogy volt egy mikrofon a mennyasszonyon, volt egy mikrofon a vőlegényen, az easy volt, betettük ugye a zakó zsebbe, kábelt oda begyömöszöltem, pak, semmi. Mennyasszonyi ruhából nem látszódhatott ki, úgyhogy ja, így elvezetgettük itt a kábelt, reménykedtem, hogy minden oké lesz, és minden oké volt. A ceremónia után minden mikrofont egyből levettünk, mennyasszony magának itt kihúzta, ugye leszett a kis ragaszt, kihúzta, azért ilyen drága ez a ragaszt egyébként, mert nem hagy nyomot a ruhám, kihúzta, és mehetett tovább a munka, ők meg táncoltak, ettek, ittak, mulattak. A ceremónia alatt egyébként szerintem akárhány backup hangod lehet, minél több van, annál jobb. Nekünk volt egy vonalhangunk a DJ-től, illetve még annak is csináltam egy backupot, ugyanis a Zoom H1-et, ha autolevelre beteszed, azért autolevelre, mert nem tudtunk hangpróbát csinálni, tehát nem, na mindegy, betesszük autolevelre, és oda tettem közvetlenül a hangszóróra, ami meglepően kristálytiszta volt. A szerelmem, az életem értelme. Te vagy a lelkitársam, nem a boldogságom. Közös életünk legyen hosszú, tel is tele mindig szerelemmel, megértéssel. Közös életünk legyen hosszú, tel is tele mindig szerelemmel, megértéssel, tisztelettel, most és mindörökké. Felébredtünk időben.
minden is felkeltett, hogy hopp. Bizonyára feltűnt, hogy nem volt heti vlog. Igen, nem volt heti vlog. Pesten voltam, és a Bogi kórházba került. Egyik éjszaka arra keltünk fel, hogy sírj, jaj, veszélyke, hogy fáj a tarkója. Kétségbe estünk, hívtunk egy taxit, dobáltuk össze a pizsomáját, fogta mindent, hogy irány a sürgősségi. Ott a fejemben már pörögtek én mindenféle rém gondolatok egyébként, hogy úristen, mi van, hogyha most viszem be utoljára, és már ez a szörnyű érzés volt, nem kívánom senkinek. És akkor két napig ott voltunk, nem találtak semmi olyan veszedelmes dolgot, csak valami vírusi fertőzésre utaló jeleket. Hát arra meg ugye nem igazán van gyógyszer, azt meg ki kell pihenni, meg inni, meg enni, meg stb. Vitaminozni. És most úgy néz ki, hogy azért egy gyógyul, de menet közben mi is összeszedtünk ezt-azt, hányás, 40 fokos láz. Szóval hazajöttem mind a Győrű Balátra, nem tudtam így dolgozni, nem volt itt gép, meg se kamera, se semmi, úgyhogy most lehoztam, és most dolgozok, meg most készítem ezt a videót, holnap meg majd megyek föl Pestre. Mire ez a videó fölkre, nem tudom, hogy ez, hát ez valószínűleg nem holnap lesz, de mosthoz képest holnap. Úgyhogy, ha tetszett a videó, akkor kérlek, ezt jelezzétek felém like formájában, megosztás formájában, mutassátok meg a haveroknak, ezzel nagyon sokat tudtok segíteni, de tényleg. Vagy támogathattok feliratkozással, feliratkozós támogatós rendszer van, működik, rá lehet kattintani. Nem mondom, hogy nincs content, hogyha nincs támogatás, mert van content, de nyilván nekem az egy boost, az egy segítség, és a későbbiekben lehetőséget adhat arra, hogy több időt töltsek a videókkal, ami szerintem így mindenkinek hosszú távon, aki szereti nézni a videókat, jó lenne nekem is, meg neki is, mármint nektek is, hogyha szeretitek nézni a videóimat. Mert akkor nyilván kevesebb más típusú munkát kell csinálni. Nem tudom, mit bizergálom ezt az időt. Kösz, hogy itt voltatok. What's up?